Most pedig, kedves vendégek, kedves testvérek, a Mezőtúri Református Gimnázium szolgálata következik. Összeállításukkal a reformációra emlékeznek. A Mezőtúri ősi gimnáziumot Túri Szabó Lukács és Túri Sánta Jakab Wittenbergben tanult diákok, prédikátorok alapították 1530-ban. Első név szerint is ismert rektora a nagy magyar reformátor Szegedi Kis István, aki 1551 és 53 között munkálkodott itt, mint a református egyház prédikátora és a református gimnázium rektora. Református elkötelezettsége miatt Túr városát méltán nevezték Kisdebrecennek. A Berettyóparti Atén nevet pedig elsősorban a református gimnázium humán irányultsága miatt kapta. Kisugárzása végig jelentős volt Mezőtúr térségében és Kelet-Magyarország egyház történelmében. A helyi református egyházközség fenntartásában működő intézményrendszer 2010-től Mezőtúri Református Kollégiummá vált, melynek 5 intézmény egysége van a város központban. Gimnázium, technikum, általános iskola, óvoda és diákotthon, ahol 800 diák mindennapos nevelését, oktatását látja el 150 dolgozó. 2022-től pedig bölcsőde is nyílik majd az intézményrendszerben. A ma este szereplő egyesített énekkarban a Mezőtúri Református Felnőtt Kórus és az Ifjúsági Kórus lép fel. Az intézmény énekelni szerető pedagógusait, lelkészeit és diákjait köszönhetjük itt a színpadon. Hangszeren közreműködik Németh Kira Gabriella, Gácsi László, verset mond Berec Katalin és Olasz Ákos. Vezényel Marci Ernő. Teremtő lélek, jöjj közénk, íveit, szívét látogasd, töltsd malasztal a lelkek, kiket hatalmad alkotott. Reményik Sándor, templom és iskola. Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá. De nincsen, aki köztetek
e szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyiótoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot. A templomot és az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul. De ne halljátok soha többet Isten ígéjét magyarul. Gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát. Ne hagyjátok a templomot. A templomot és az iskolát. E templom és iskola között futkostam én is egykoron. S hűtöttem a templom falán kigyulladt gyermekhomlokom. Azóta hányszor éltem át ott lelkem zsenge tavaszkorát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. A koldusnak, a párjának, a jöttmentnek is van joga Istenéhez apái módján és nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajángatják templomul az út szélét és az égbolt sátorát. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Kicsi, fehér templomotokba most minden erők tömörülnek. Kicsi, fehér templompadokba a holtak is mellétek ül. A nagyapáink, nagyanyáink, szemükben bíztatás, vagy vád. Ne hagyjátok a templomot. A templomot és az iskolát.
Márai Sándor, mennyből az angyal. Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon. Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából. Angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtass szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert már nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol. Meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal. Sejjen papír zizeg, ajándék. Bölcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendesében égni kezdett. És sokan vetnek most keresztet. Földrészek népen nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják sok-es soknak, imádkoznak, vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák, népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember előtte, a katona, ki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta. Vele mártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, s amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette, és vérét itta. Most áll, és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol. Néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta. Kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit cselekesznek. Csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát. Mert ez egy nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról. Az államférfi parentája, megáldja a szentséges pápa. És mindenrendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a költő, a szamás, a pásztor, az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett, a csodát most is ők vigyázzák, leheletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal.